Emu, a kreatívtól, akitől nekem utoljára szerintem hangkártyám volt, aktív láda, erősítő része, és egy pedzsing, ami nekem még a DLD 500-asom előtt volt az autóba. Most még leválasztóból persze. Hú, ez elmászik. Hello. Tök jól szabályozható. Fú, nagyon érzékeny ez a hangszóró. Most nem a Logitech-et hoztam ide, de ez is rendesen mozog. Hát elugrál innen nekem, hogyha feltekerem, és nem vesz még, még szinte semmit ilyenkor. Már ilyen centit mozog, és a teljesen felvétel az, hát most érjél a 100 volt ampert. Na és hogy mi volt ezzel, mindjárt meg is mutatom. Előbb levesszük a hangerőt. Kikapcsolom. Szóval ez végfok hibával érkezett hozzám. És ez a panel volt beállítva ide. Rajta a kis végfokunkkal. Benne a két végfettel és a gondolom a negatív fesz irányából a működési feszültséget biztosító stabilizátor, tranzisztorral, és ez nem ennyi ám, a túloldalt tele van SMD alkatrészekkel, és egy-két jól lekapart IC-vel, meg szétégett ellenállásokkal, amikről nem lehet tudni, hogy mekkorák voltak. Nos, erre fel voltunk készülve a gazdájával, mert ő egy az egybe rendelt hozzá egy iraudampot a legkisebb méretű panelen. Ez egy, szerintem egy iraudamp 7-es lehet, de 5-ös minimum. Full SMD-be, borda alatt ott az IC, nem tudom, látszani fog-e. Meg a két végfett. Már amennyire be lehet látni oda, nem lehet belátni oda. És a panelon még helyet foglal egy kis step down a ventilátor meghajtásához, és valószínűleg az gyártja a negatívtól a plusz 20 voltot. Is 100 voltos kondik, elvileg 265 voltot kaphat maximum. Ez a tápegység, ami benne volt gyárlag ebbe a kreatívba, ezzel a trafóval 260 voltot készít, és ezek a pufferek is 80 voltosak maximum, de nem használja ki, és innentől kezdve, hogy ezt én oda beépítettem, ugyancsak ilyen habosított PVC lapra, rászereltem alulról két fekete csavarral. Plusz két oldalú ragasztóval leragasztottam, és ebbe belecsavaroztam a új panelt, és nem használ el nagyobb helyet. Ugyanúgy benne vagyunk a keretben, tehát be lehet tolni majd a készülékbe, és a ventilátorait majd tud valamennyire fújni, és hűti azt a minimális bordát. Ez se volt jóban jobb, de hát ez passzív hűtés volt, és így még át is adta egyébként a borda a hátlapnak a hőt, és így csak ki kellett onnan szedjem, bekötni az új kábeleket a panelon át, és átjönni a másik végébe a sorkapcsokba, a táppal, meg a kimenettel vissza. Innen a bemenetet kellett megkeresni, és rámenni, mert ennek a bemeneti csatlakozója középen test és a két szélén a két bemenet ugyanúgy párzamosan megy, tehát ahogy dugjuk, ahogy csak akarjuk. És innentől kezdve 260 voltról, hát sok száz wattot tudhat az a kis csoda. Mondom, az iraudamp 7 az, ami nekem például a kék koffer erősítőmben is van. Ez egy jó kis erősítő lesz innentől kezdve. És ez a pedzsing hangszóró, ez pedig nekem bent volt a korzába, mielőtt egy DLD-re cseréltem volna a bandpassz ládába, és amúgy egy nagyon jó kis hangszóró, nekem lett megtekerve, mert le volt égetve, úgy került hozzám, 04-es húzallal van tekerve, úgyhogy nem gyenge. Ugye meg is szólalunk, jel és kapcsolható high pass hűrő is van, minden van benne. Az igen. Az igen. Ja, leesik a vasról, amire ráraktam. Hoppá! Hát igen, ebben van mély. És ilyenkor vesz. Hát a 100 volt amper gyerekek, és a hangszóró mozog másfél centit. Most nem is rakom rá a kis sárga fejű kütyümet, mert az a Logitechhez van, de ez is lerúgna innen bármit. Mindjárt jön a kis mélyünk. Meg lehet majd tapasztalni, mit tud ez az iraudamp. Nagyon jó kis erőstő. A Sound Kingre is rákötöttem, és minimális zaja van alapban.
De hát az ilyenkor nem halaci medménye, ma. Úgyhogy majd a gazdája örül neki, egy nagyon jó kis erősítője lett, kihelyettesítve azt. Tudom ajánlani nektek is az érodampot, az egy nagyon jó kis IRS, IC-s délusztályú végfok, és tényleg ilyen picibe lehet vásárolni. Nem tudom most mennyi egyébként, nincs túl bonyolítva, minden azon a pici, mint egy 486-osnak a hűtőbordája borda alatt elfér. Na innen oldalra még be is lehet most látni, ott van bal oldalt az SMD meghajtó IC, és jobb oldalt a két FET. És ekkor a bordán ez tökéletesen el van, és ilyen 500 wattokat le lehet róla akasztani, amikor 60 voltról megy plusz-minusz. No, ez ennyi lett volna, jó, megmutattam nektek, hogy ilyet is alakítottam át, mert hogy el kellett sajnos a gyárit engedni, semmit nem tudunk róla, de igazából nem is akartam volna csak úgy szenvedni vele, mert nem éri meg. Na, sziasztok!